a Vermes Miklós Általános Iskola 7. osztályos tanulói vagyunk. A nevem Váncsogi Dóra és a társaim Molnár Nikolett és Váncsogi Melinda. A hely, ahol állunk, a Magyar Csillagászat Központja, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézete, a Budapesti Soháv Egyem. Szeretném megtudni, milyen munkák folynak itt a város peremén. Honnan látható Magyarországon a legszebb csillagos égbolt. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk a környező szennyezésről minél többet megtudni, az egyik típusáról, a fényszennyezésről. Ki más kérdezhetnénk meg, mint a legillettégesebbet, egy szakcsillagász, dr. Koláj Zoltán. Jó napot, elnök úr! Szeretnénk, ha néhány szóban bemutatkozna, és először is elmondaná, mi fordította az érdeklődését a csillagászat felé, és mikor történt mindez. Tehát Koláj Zoltán vagyok, mint már elhangzott. Elhangzott az is, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke vagyok, de itt ezen a helyen a Csillagászati Kutatóintézet dolgozója vagyok, egészen pontosan tudományos tanácsadója. Hogy mikor kezdett el a csillagászat érdekelni, hát az bizony már régen volt. Talán fiatalabb voltam, mint ti valamikor 5.-6. osztályos koromban. Valahol egy eldugott kis faluban az Alföld közepén, ahonnan még szépen lehetett látni a csillagos égboltot, akkor megtetszett az a látvány, amit meg lehetett figyelni. És hát azóta folyamatosan érdekel a csillagászat, még mindig pedig már régóta dolgozom csillagászattal. A világ mely tájai járt a csillagászattal kapcsolatosan? Hosszabb ideig a Magyarországi Csillagászati Kutatóintézeten kívül egy floridai egyetemen dolgoztam 3 éven keresztül, aztán ilyen rövidebb időszakok a konferenciákra Európában sokfelé jártam, eljutottam Dél-Amerikába, Mexikóba megfigyeléseket végezni, tehát pár helyen már sikerült megnéznem, hogy milyen megfigyelési lehetőségek vannak, hogy éppen mivel foglalkoznak az ottani csillagászok. Miben különbözött az égbolt azokon a helyeken a miénktől? Hát sok esetben nagyon hasonló az égbolt az ittenihez, de ha valaki eljut a déli féltekére, például Argentínába, akkor onnan már egészen más csillagokat meg lehet figyelni. Azok, amik innen nem látszódnak Európából, tehát a földgolyó is északi részéről, azokat is lehet látni. És hát vannak bizony olyan dolgok, amik hiányoznak innen, például a Magellán felhők, amik a déli féltekéről könnyedén megfigyelhetők, viszont északról egyáltalán nem láthatók. Tehát van még sok különbség, hogyha az ember eljut valahova a civilizációtól távoli helyekre, például egy 3000 méter magasan lévő hegycsúcsra, onnan megint csak egészen máshogy néz ki az égbolt, egyrészt azért, mert nincsenek a közelben városok vagy világító fények, meg amiatt is, hogyha magasra megy, magas hegyekbe az ember, akkor megint csak sokkal szebben megfigyelhetők a csillagok. Ön, mint csillagász, hogyan határozná meg, mi a fényszennyezés? Az első dolog, amit el kell mondanunk, hogy a fényszennyezés miatt nem lehet a halvány dolgokat megfigyelni az égbolton, egyre kevesebb csillagot látunk, nem látjuk a tejutat. Ezt precízebben úgy lehet megmondani, hogy a fényszennyezés hatására az égbolt az fényesebb annál, mint amilyen az emberi civilizáció nélkül lenne. Tehát elsősorban a fényszennyezés az az égbolt kifényesedése, az emberi fénye jó voltából, vagy éppen rossz voltából. Lehet a fényszennyezést mérni, és ha igen, akkor hogyan? Igen, lehet mérni. Az előbb már mondtam, hogy az égbolt fényessége az, amit fényszennyezésnek nevezhetünk. Akkor valamilyen mérőeszközzel, akár egy fényképezőgép fénymérőjével is, hogyha még viszonylag világos az égbolt, hogyha nagy a fényszennyezés, ezt meg tudjuk tenni, de valami olyan eszközre van szükség, amivel az égbolt fényessége valamilyen objektív módon mérhető. Egyébként eszközök nélkül is épp most zárult le egy nemzetközi felmérés, amivel a fényszennyezés állapotát abból kellett meghatározni, hogy miképpen látjuk például az Orion csillagképet, tehát valamiképpen eszközök nélkül is, csak azzal, hogy az égbolt egy részét milyennek látjuk, hány csillagot tudunk megszámolni egy területen belül, ezzel is jellemezhetjük, de a legjobb az, hogyha valamilyen mérőeszközzel az égbolt irányába fordítva meghatározhatjuk az égbolt fényességét. Van a fényszennyezésnek mértékegysége? Van. Elég furcsa mértékegységei vannak. Egyrészt a világítás technikában vagy a fizikában az emberi szemhez igazodva vannak fényegységek. Az az egyik egység, amit lehet használni, az a fénysűrűség. Hát ennek a mértékegységek vandella per négyzetméter.
ez egy kicsit bonyolultabb mennyiség, vagy pedig azt használjuk, hogy a csillagok fényességét próbáljuk valamiképpen ráilleszteni, csillagás szempontból ez az érdekes. És akkor azt mondhatjuk, hogy a csillagok skáláján egy kis területen az égbolton mennyi fényesség van, vagy mekkora fényességű csillagot kellene szétkenni azon a tartományban. A csillagok fényességét azt magnitúdokban mérjük, az viszonylag egyszerű, mert a legfényesebb csillagok, amiket még szabad szemmel látunk, azok nulla értékűek, amiket pedig már éppen, hogy csak látunk szabad szemmel, azok pedig olyan 5-6 körül vannak. Tehát minél nagyobb a szám, annál halványabb, amit megfigyelünk, és az emberi látás tartomány a csillagok szempontjából az nulla és újra. Vagyis hát a csillagok, amik ebben a tartományban vannak, azok körülbelül 0 és 6 között vannak. De a nap az például sokkal fényesebb, amikor negatív számok vannak, az égbolt esetében pedig ilyen kis területre számolva ezek ilyen 20 körüli számok, amikkel mérni szoktuk. Hatással van-e a vízi élőlényekre a fényszennyezés? Valószínűleg a legtöbbi élőlényre hatással lehet a fényszennyezés. Hogyha vízben gondolkozunk, akkor nekem először a tengeri teknőcök jutnak az eszembe, mert az ő esetükben megfigyeltek már szomorú dolgokat, mégpedig azt, hogy a teknőcök, ezek a teknőcök a tengerben, óceánban töltik az életük nagy részét, csak rövid időre mennek ki a partra, akkor, amikor lerakják a tojásokat. És a tojásból kikelő teknőc bébik, azok épp úgy kelnek ki, hogy éjszaka, amikor sötét van, hogy a ragadozó madarak ne tudják őket elkapni, és olyan éjszaka, amikor van esetleg egy kis holdfény, de önmagában a csillagfény a tengerről visszatükröződve elég arra, hogy a tojásból kikelt teknőcök rögtön eltaláljanak a tengervízbe. Hogyha rosszul világítanak, és az átellenes oldalon például a strandokat kivilágítják, akkor ezek a szegény kikerült teknőcbébik nem a tenger felé fognak elindulni, hanem fogják magukat és elindulnak a fények felé, és akkor egyrészt kiszáradnak, vagy pedig valamilyen ragadozó madarak vagy más állatok elkapják őket, és ezért kipusztulhatnak. Ezért teknőcök már tényleg veszélybe kerültek, ezt felismerték például Floridában, és ott már olyan szabályozás van, ami nem engedi a tengerpart túlságos megvilágítását akkor, amikor a tojásokból kikelnek a teknőcbébik. Vajon elég a fényszennyezés megszüntetéséhez az, ha kizárólag lefelé világító lámpákat használunk? Elvileg igen, de hiába világítunk lefelé egy lámpával, hogyha az olyan erőteljes, hogy túlvilágítjuk a talajt. Ha lefelé világítunk, akkor is a talajról visszaverődik a fény. Tehát, hogyha túlzott mértékben világítunk jobban, mint amennyire szükséges, akkor is a kelleténél több fény fog visszaverődni a talajról. Vagy az is probléma, hogyha olyankor világítunk, amikor nincsen rá szükség. Sokszor megfigyelhetjük azt, hogy egy parkoló az teljesen üresen áll egy bevásárlóközpont mellett, mert bezárták már azt a bevásárlóközpontot, nincsen arra senki, nem jár arra senki, de a lámpák azok folyamatosan világítanak. Tehát akkor, amikor nincsen szükség a fényre, akkor is ki kell kapcsolni, hiába világítanánk egyébként jól, csak lefelé azokkal a lámpákkal, de hogyha feleslegesen égnek a lámpák, akkor mindenképpen érdemes azokat kikapcsolni, már csak azért is, mert pénzbe kerül az elektromos energia, amit felhasználunk a világításhoz. Esetleg tehetnénk jóval többet mi is közemberek a cél érdekében? Bárki, haza mentek ti is, körül kell nézni, szomszédokban attól függ, hogy hol laktok. Nagyon sok helyen vannak kitéve például olyan mozgásérzékelős lámpák, amik a mozgásra felkapcsolnak. Sokszor ezek ráadásul nagyon rosszul vannak elhelyezve, tehát nem csak lefelé világítanak. Arra megy egy kutya vagy egy macska, akkor rögtön felvillan. Tehát, hogyha mindenki a saját udvarán, a saját házán, hogyha lakótelepen lakik, akkor akár az épület környékén meg lehet nézni, hogy mik azok a lámpák, amik teljesen feleslegesen világítanak, mik azok, amikor olyankor is világítanak, amikor nincsen rá szükség. És hogyha ezeket kikapcsoljuk, amikor már nincsen rá szükség, akkor ezzel is sokat segíthetünk. De akár azzal is, hogy este, amikor világítanak bent a lámpák, akkor elhúzzuk a függönyöket, azzal is kevesebb fény távozik el a szabadba az gyillagos égbolt irányába. Szeretném gratulálni Önnek a tavaly novemberi nagyszerű sikerhez. A zselicben kialakított sötét ég rezervátumra gondolok. Hogy tudná leírni az ottani és az itt észlelhető égi látványa közötti különbséget? Hát ha
kijövünk olyankor, amikor nincsen fenn a holdvilág az égbolton és felhők sincsenek természetesen, akkor innen a budai hegyekből látjuk a fényesebb csillagokat. Hogyha szerencsénk van és volt egy kis hidegfront, ami kitisztította a levegőt, mert azért itt Budapesten a füst, a szmog is el tud jutni, akár ide a budai hegyekbe is, akkor éppen, hogy meg tudjuk figyelni a tejutat az égbolton. De csak a fényesebb csillagokat látjuk, mondjuk pár tucatnyi, százat, esetleg egy kicsivel többet. Ha elmegyünk a Zserincbe ugyanolyan tiszta, holdmentes éjszakán, és felnézünk az égboltra, akkor rögtön meglepődünk, hogy milyen sok csillag tud lenni az égbolton, mert bizony ideális esetben 3-4 ezer csillagot megszámálhatnánk, és különösen a nyári időszakban, amikor a tejútnak a fényesebb része megfigyelhető az égbolt déli részén, akkor azonnal szembe ötlik, hogy van valami fényes sáv az égbolton, könnyen megfigyelhető a tejút. Tehát ez az egyik nagy különbség, hogy a Zserincben, akár még a kis falvakban is, hogyha az ember kimegy a házból, épületből, akárhonnan, felnéz az égboltra, akkor rögtön feltűnik, hogy ott van a tejút. Itt Budapesten szerencsénknek kell lenni, nagyon jó időjárásnak, ahhoz, hogy észrevegyük, hogy a tejút az itt kanyarodik a fejünk fölött az égbolton. Várható, hogy lesz még az ország más részén is sötét égrezervátum? Nem bízom benne, hogy lesz. Egy biztosan, a Hortobágyi Nemzeti Park már elkezdte az előkészületet ahhoz, hogy ott is létrehozzanak egy ilyen csillagos égbolt parkot. Reméljük, hogy egy-két éven belül az elkészül. Ezen kívül is van még egy-két olyan hely, például az Őrségben, vagy a Balatonfelvidéken, vagy a Magasbakonyban, ahol létre lehet hozni valamilyen hasonló területet. Hallottunk arról is, milyen remek túrát vezetett arrafelé. Lehetséges, hogy lesznek még hasonló alkalmak? Volna rá lehetőség, hogy mi is részt vegyünk egy ilyen túrán? Ja, mindig tervezzük ezeket a túrákat, erre az évre is már több túraidőpont lett betervezve. A legközelebbi az április 10-én szombaton este indul majd, az a Bárdudvarnokhoz tartozó bánya településen van egy panorámadomb, egy ilyen kis panzióval, onnan fog majd elindulni ez a túra, de majdhogy nem minden hónapban lesz egy ilyen éjszakai sita a csillagok alatt, hogy megmutassuk, hogy hogyan néz ki a csillagos égbolt, és kifejezetten örülnék neki, hogyha el tudnátok ti is jönni, és ott helyben is megnézni, hogy milyen a Zserinci égbolt. Köszönjük a türelmét, és további sikeres munkát kívánunk! Köszönöm szépen!